Fóhíd, ami szerintem a városnak a része, és ott a pozsonyi vár. Pozsony, itt a Ufóhíd, és akkor itt a vár a háttérre. Látjátok, ez a bicikliút, itt Pozsony is egy biciklis paradicsom, hát annyi bicikliút nincs, mint Bécsbe, mert Bécsbe voltam tegnap még. Meg ott tegnap előtt, úgyhogy 2,5 napig majdnem. És most így vagyok Pozsonyba. Úgyhogy a biciklim fölturbozva, ezt lássátok. Hát elég sok villamos is jár el. Ez ahhoz képest, hogy félmilliós város, le a kalappal előtte. Felhőkarcolók nőnek ki a földből. Hát szerintem nézzétek meg, megéri. Úgyhogy ez egy jó kirándulás. Ha nézzétek meg a háttérbe, itt is, hát, itt a 230 emeletes ház itt épült nem olyan rég. Amikor voltam 6 éve, akkor nem volt még meg, úgyhogy szerintem gombamődre jönnek ki a toronyházak. Na, sziasztok barátaim! Most már hazaérkeztem Magyarországra, vagyis pontosan itt vagyok, a Magyarországon. Ausztriától most elköszönök egy időre. Itt állok a biciklimmel. Sopron megye, nem sokára feltöltve fogok érni. Egy kicsit gyengébb magyar bicikliutakra, megszokott hülye magyar autósokra. Az osztrákok teljesen türelmesek voltak. Látjátok, ez már a határ. Majd jön most nem sokára az páneurópai emlékhely. Hát nem csak feltörákoson van, hanem itt is. Na, gyerekek, csűz!